Köszöntök szépen mindenkit a ma esti livestreamben, és hát ahogyan lehet olvasni a játéknak a címét, hogy hát most bizony áttérünk egyrészt az Xboxos részlegre, mert hogy most arra van meg egyébként a játék, és ez pedig nem más, mint egy... itt is egyébként elmondható, hogy egy klasszikus remasterölve, ez pedig nem más, mint az Asterix és Obelix XXL, ennek is úgymond a remastered változata, tehát remasterölve van egyébként a játék, úgyhogy az eredeti az PC, PS2, illetve azt hiszem klasszikus Xboxra jelent meg, és habár én a PS2-essel én játszottam sokáig, csak nem sikerült a végét befejezni, mert pont az egyik résznél sikerült megakadni, amit hát valószínűleg majd a későbbi alkalommal fogunk mindannyian átélni, és majd meglátjuk, hogy ez tényleg annyira szivatós lesz, vagy esetleg valamit én kihagytam, de hát ezt majd meglátjuk. De minden esetre viszont remastered változat, úgyhogy néhány újítás egyébként van ebbe az eredetihez képest. Hát nem tudom, hogy amúgy mennyi lesz az annyi. Meg mondjuk, aki nem ismeri, mert egyébként nem egy nevesebb játék, de hát végülis az Asterix és Obelix sorozat az meg gyakorlatilag nekem például gyerekkoromnak egyik izé rajzfilmje, úgyhogy és még a mai napig imádom. Szia, Dávid! Na, hát akkor szerintem nézzük meg, és szokásomhoz híven normál fokozat, úgyhogy hiába mondjuk az, hogy talán először sikerül végigvinni, de már ismerem a játékot, úgyhogy a normált fogjuk megnézni. Hát meglátjuk egyébként ilyen, meg a hangot meg egyébként, mert itt most úgy van, hogy default, tehát az alapértelmezett, ami nem tudom, hogy az úgy mi lesz. De azt hiszem angolnak kéne lennie. Meg felirat. Az jó lenne, hogyha lenne, mert feliratot nem lehetett bekapcsolni. Úgyhogy majd meglátjuk. Viszont egyébként azt nézem, hogy grafikailag... Nem várjatok túl nagy dolgot, kicsit élesebb, de szerintem pont jó rajzfilmszerű. Úgyhogy szerintem ez így jó lesz. Úgyhogy nem, ezzel nem kell problémázni, úgysem a lényeg itt most az élethűség meg az ilyenek. Király van felirat, alapértelmezetten király. Dogmatics! Where are you? Dogmatics! Igen, Blocky elveszett, közben meg füstöl a falu. Cső, nem csak hogy füstöl, lángol. És ugye pont a pontok, ezek a római sisakok. Jó, legalább a Zéa irányítás az megvan. Greetings. Please don't hit me. I have invaluable help to offer you. I used to be a spy in Caesar's service. But he decided I was surplus to requirements. He fired me. Imagine me, Rome's finest secret agent, sacked. I intend to exact revenge. Igen, hát ővel fogunk találkozni, mert ő segíteni fog. There was a frightening battle here. Your friends fought valiantly, but Caesar and his troops got the upper hand. There are still a lot of Roman helmets lying around. Collect these Roman helmets and find me inside the village near the huge granite block. Okay then. Oh, I will help you. 150, mi volt ennek a lényege? Valamit azt hiszem tudott adni pluszba. Nem emlékszem, hogy mit. Én a vadkalókat viszont azért érdemes, mert így egy plusz életet ad mindig. A hús azon meg ugye segített. De csöppet hangos. Azt... Most megmondom. Várjál, a hang izé az jó volt, a gomba meg tökéletes. Na. Pardon. Change modes at any time, és akkor aha, lehet retro meg remaster módba váltani. Na, ez azért érdekes. With original graphics and music from 2003. Ó, oh, na hát tessék! Vannak ilyen módok. Igen, áll nostalgia. Tehát benne van az eredeti grafika. Meg ez a remastered, és a zene is más.
Ez így jó. Ez így azért érdekes. Tehát azt vettem észre, hogy ezek a kis rómaiak, hogy fogták magukat, azt elszöktek. Azért az ilyen újítást amúgy nagyon szeretem a remasterdökben, hogy legalább benne van az eredeti grafika. És ez nagyon jó, mert tényleg egyébként a zene is ugyanaz van meg. Meg úgy minden. Tehát irányításban egyébként szerintem ekte ugyanaz, tehát abban nem hiszem, hogy módosítottak volna. De azért majd, igen, most meg is vessük azért a remasteredet is, hogy nagyjából miben másabb, úgyhogy legalább lehetem összehasonlítani. Aha! Azt nézem, hogy amikor a rómaiak charge-olnak, akkor ugye hát a régiben ugye változott ott egy szín, ugye zöldről sárgára. Itt meg viszont egy ilyen izé van, villám a helyük fölött. Hát látjátok? Tehát most ugye a charge-olást lehetett látni, hogy valamikor ugye így átváltott ugye sárgáról. Hát igen, itt van egy kis glitch. Jó. Itt föl nem fedezek. Mondjuk úgy, hogy nem a lényeget. A kevésbé lényeges dolgot. Igen, ez az, hogy ezt nem sok cég csinálja, hogy tényleg a régi grafikát meghagyja. Még amúgy szerintem pont jó lenne. Én megpüfizem a vatkant. Ja tényleg, tudok izé duplán ugrani, úgyhogy majd oda is kell. Azt nézem, hogy... Ja, hát itt van még rengeteg doboz. Na, meg is van a 150. Én most össze kell egy gyűjteni, mert akkor megyünk a kémhez. Előbb láttam őt. Ja, rossz gomb. Well done. All there. I'll open up the path for you. Use this small platform to cross the fence. Don't forget to push the large gravity. Ja, igen, így néz ki a... It'll help you reach the platform. Mindkét karakter, eredetileg. Nagyon jó, hogy egyébként lehet még a cutscene-ek alatt is izé váltogatni, ugye, hogy most retro legyen-e, vagy új. From what I understood, there were Roman galleys waiting near here to transport them. Actually, if you want to push this huge granite block against the fence, approach it. Then, press the action button and push the left analog stick forward. If you catch sight of me again, do feel free to come and say hello. I might have some valuable tidbit of info to give you. Na. Ja? Na mindegy. Jó, tehát azért, hogyha mondjuk úgyis, hogyha már remastered változatról van szó, akkor azért megmaradok a remastered kinézetnél. De egyébként tényleg, amúgy ez felettek jó ez a... Ez a feature, hogy tényleg, hogy ott van a hogy hívják is, a retro stílus. Igen, ezek a kis izé shieldek meg viszont plusz izét adnak. Úgy, igen, viszont nagyon pusolni kell őket, mert pont ez az, hogyha elkezdenek megtámadni, akkor ugye sebződök. Viszont egyiket a zenéje is rohadt jó.
De még az eredetinek is. Tehát szerintem az eredetinek meg a remasternek is egész jól, tehát ezzel összebírták rakni a zenét. Szóval jaj, itt azért alkottak ám rendesen. Úgyhogy azért tényleg tetszetős, úgyhogy azt tudom mondani, hogy azért megérte megvenni azért olcsón ezt a változatot. Úgyhogy tudom ajánlani egyébként nektek is. Ha valakinek nincs meg eredetibe a játék, akkor mindenféleképpen ezt a remasteredet is érdemes megvenni, mert a más nem pont ez az, hogy még a retro kinézetet is megtartották, szóval lehet abban a nézetben is játszani, és azt hiszem van PC-re is, PS4-re, meg Xbox-ra. Vagy várjál, a PC-ben nem vagyok benne biztos, de PS4 ez biztos, hogy van. Itt meg egy paci. Viszont ezeket a ládákat érdemes így összetörögetni, mert... meg hogyha... összejön, akkor mindegy egyes ilyen süsakot. Ja igen, meg egyébként lehet ilyen dest is nyomni. Ez is nagy segítség. Over here, I've got something very important to show you. Look. Roman generals have been hiding gold laurels in all their conquered provinces. It's a direct order from Caesar. The emperor in person has been showing them where to hide the gold laurels. I think it's to heighten the impression that he is everywhere in his empire. There are a large number of gold laurels around the whole empire. Some of them are stashed in Gaul, all in hidey holes round here. You must forage well and find all the gold laurels hidden in each province. If you find them, you will be handsomely rewarded. Don't rest on your own laurels. Make sure you forage everywhere. And trust me, you won't be sorry. Hát ez ugye, ez is inkább ugye a, főleg a 100%-hoz, meg esetleg talán tényleg ez az, hogy valamiben be tud segíteni. Igen, tényleg most azt nézem, hogy amúgy... Várjál! Mondjuk ez az, hogy a retro kinézetben viszont ugye nem sokat akarok. Izében meg pontos is sokakat akarom, de szerintem az lehet, hogy annyira nem lényeg. Ja, meg amit ugye kiütök, ezeket föl kell szedni, mert különben eltűnnek. Vagy hát nem tudom, hogy a remasterben eltűnnek-e. Ez jó kérdés. Micsoda? Raging in the forest. This tier isn't active yet, you need to make more progress in the game to activate. És ez volt eredetileg is. De nem rémlik. De lehet csak azért nem rémlik, mert tényleg nem fordítottam a jelentőséget. Nem megjöttem. Szasztok pupákok. Na, hogy tök jó, hogy most már nincs több római. Vagy hát... hát lehet, hogy van. Nem látom. De a zene az nagyon adja. Jaj, tényleg a fákja. Ugye ez kell. This piece of wood is actually an extinguished torch. It is extremely handy. Use it right, and you can blow up barrels of gunpowder. Azt hiszem, nyit is ilyenkor utat. Only you can take it.
keep it until you find a fire to light it. Be careful. It has a tendency to go out. Be a bright spark. If you light a fire here and light a fire there as you go around, it'll be easier to ignite again if it ever goes out. Ezt később kell használni. Itt lejjebb vedok magamból. Igen, mert ugye itt a tűz. Ó, még azt is jelzi egyébként, hogy meddig tart a tűz. Aha, mert a régiben igen, tényleg ugye nem csak ennyire mutatta. Itt viszont időt is ad. Közben dobozok. Ezeket is lepifizem. Úristen, mennyi izé. Igen, tökély, hogy némelyik így fogja magát, azt leesik csak úgy. És itt van Obelix. What? You haven't found Dogmatics either, but where could he be hiding? Obelix, something terrible has happened at the village. All our friends have disappeared, and our homes are burning. Ooh, what are you talking about? Eh? Romans, round here, follow me. Egyébként igen, és az a jó, hogy Obelix meg ugye püföl vatkant, meg minden mást, meg egyébként besegít, és tényleg besegít. Nem csak, hogy van, csak úgy. You can manually save by talking to the druids as you move forward. You will regularly encounter these battle fellows when you pass them. You may... Így van. Lehet izé menteni. Így. Egy slotba. Mentés incoming. Mert miért ne? Megvan a blokki egyébként, hoppá. Megtaláltam a Dogmatics-et. I've found Dogmatics. Your dog can be a precious ally when Roman bashing. Press the special Dogmatics button to send him fighting Roman backside. Ez is Roman jó. Backside. Hát itt aztán marha nagy segítség van amúgy. At the end of this path, there's a clearing. Several gourds of magic potion are hidden there, including one near the wooden tower. Pick them up and you'll become super strong for a few seconds. Obelix can't drink the potion, but I think you know that already. Én mondjuk ezek, ez az, hogy a ládákat nem nagyon tögetik ki egyébként Obelix, de ellenben a vatkanokat igen, ami pont azért jó, mert ezt akkor szimplán fel tud venni. Mert ad, egyszerűen csak megütés ad életet. Így, úgyhogy ez pont csatában nagyon jól jön. Lehet, hogy közben Dogmatics-ot megütöttem, azt jól hallottam. Hát itt szép kis haderő van, igen, ez pusztítani kell mind. This device is a Maximus repeating cannon. To use it, all you have to do is approach it and press the action button. If Obelix is next to you, he will be able to shift the cannon sideways while you use it. Press the jump button to get down from the machine. De hát ez most zárva van. Igen, először ugye le kell győzni itt a római.
Eliminate all the enemies patrolling the area, and the boat will disappear. Kicsit erős. Hát na. Igen, és akkor begyorsul a zene. Ezt a darálni lehet gyakorlatilag. Kész, ha izét is sikerült lepusztítani. Igen, és volt itt egy tömeg. Igen, ez most pont nem lehetett látni, hogy mi történt a tömeggel. De hát na, sikerültem itt lepusztítani. Menj már azért, milyen jó zenéje. Már nem azért, de szerintem a zenéje sokkal jobb lett. Tehát ez az, hogy ugye ezeket nem lehet izé, csak úgy felszedni, hogy majd használom. Ugye, azt hiszem nem lehet. Ezt így, ahogy van, benyakalom. Hát mindegy. Mondjuk az, hogy ilyenkor egyébként az állat. Oké. Azért összegyűjtögetem itt ám a csúsakokat. Hát legalábbis amennyit tényleg lehet. 100%-ra ugyanúgy nem hajtok, mint általában, hogy szoktam, de... Ha már itt vannak tényleg az orrom előtt. Micsoda? Faster than the speed of light. Akkor várjál, de akkor ezek valami képességek lennének, de ez nekem annyira nem rémlik. Igen, ezek ugye ilyen különlegesek, tehát ebből aztán ugye sokat... Faster than light speed still has been activated. Oh, viszont várjál! Lehet, hogy még az előzőt is amúgy tudtam aktiválni. Vagy volt korábban? Use. Aha! Van, amit csak retro módba lehet. Akkor viszont azért nem rémlik ez nekem.
Na várjál, csak ez nekem azért volt ilyen fura. Mert én még coin... Ja, hülye vagyok, hát váltani kellett. Ott mondta el, hogy izé, van ami retro módban érhető el. Tehát ami áttetsző volt, az retro módban érhető el, és ami meg ugye látható volt, az meg itt remasterben. Úgyhogy vált... Tehát ez egy új, ez viszont... Aha, akkor azért nem rém lett, mert egyébként ez egy új játékmód benne. Ami nem volt az eredeti részben. És ugye pont az az érdekessége, hogy lehet váltogatni a retro módban, meg remasterben. Well done! I see you found the right track. Don't worry about Obelix. He is just waiting on the other side while you find a way of opening a bigger passage for him. I think it's somewhere over here. Lift. The iron crates are really tough. Roman engineers have specially designed them to resist the harshest treatment. Only Obelix can destroy them. That's what you need. You need to drink some magic potion before you smash them to smithereens. I have heard said that repeating cannonballs also work. Ez az előbb próbáltam ki. I've never had the good fortune to verify this. This column of light is a relay station. Move Asterix inside to take control of Obelix and vice versa. Aha, mert itt akkor tényleg így lehet váltogatni. És azért jó, mert ilyeneket ugye föl lehet szedni. Ó, van ez itt rombolok ám, mint az állat. Összedám már itt a cuccokat, hát azért na. Mondjuk igen, ebben a kis izém fém ládákban ugye ezek az arany sisakok vannak. Ugye az több ilyen izét ad. Becemek, hát ez leesett. Igen, és ez a baj, szerintem ezek el is tűntek már. Ezt mondtam, hogy mondom sajnos, hogyha valamit ugye így jelenik meg sisak, akkor eltűnik. De sajnos igen, ez elég. Ez igen, mennyi vatkan húsit adott. Ja, vatkan húsinak van ilyen hangja. Gondolkoztam, hogy mondom. Ja, van bolt! Hello there! Let's go and see what I've got in stock. Igen, és akkor lehet ilyeneket venni. Van ilyen power hammer cam... Ja, tényleg hülye vagyok! Hát a izéknek, sisakoknak ez a lényege. Fizetőeszköz. Can see me any time you like. See you again. Jó, úgyhogy rájött, hogy tényleg ez volt a lényege. Miközben a rómaiak megtaláltak.
Igen, úgyhogy ha azt veszük, akkor tényleg ezért érdemes egyébként ezeket a sisakokat összegyűjtegetni, mert főleg ott volt ez a 10 000-ért, az muszáj lesz. Az olyan nagyon oda verős. És szerintem pont a későbbiekben az kellene is fog. Igen, a 10-szeres ez nagyon jó. Ezt ugye érdemes használni a 10-szeres kombót ilyenkor, mert ugye ezzel itt... Igen, ez előbb-utóbb úgyis feladja. Na, meg közben megtaláltuk a druidet. But where are all our village folk? Where is our chief? Vital statistics. What's happened here? All our houses are on fire. Now just calm down. Let me out of this cage and I'll tell you the whole story. It was an everyday kind of day. I was just bringing a cauldron of magic potion to a simmer when the Romans arrived by complete surprise. They robbed me of the whole cauldron even before I could wiggle my beard. Oh, it was a tough fight. Then they divided us into separate cages. Caesar himself was here. He was delighted with himself. His plan had worked. He was standing there gloating over a large marble map of all the provinces of his empire. Oh, can you imagine all our friends scattered across the four corners of the Roman Empire? Ezeket ugye végig fogunk utazni, és akkor most gyakorlatilag őket ki kell szabadítani, aztán végén ugye Rómába fogunk menni. Normandy. And as for you, Hispania. No, let's say Helvetia. When he had finished, he destroyed his great map. But we each managed to recover one piece. Here is the fragment I recovered. I believe that is where Caesar exiled fully automatics and unhygienics. Asterix, Obelix, you have to rescue our two friends. They will give you the fragment of map they managed to recover. This fragment will reveal the location of other villages. You must go and rescue them, too. But why did Caesar break his pretty map? I believe he tried to keep the locations of our exile a secret. Go quickly now, my friends. Time is of the essence. You must leave for the north, while I must return to our village and tidy things up a bit. Ó, közben azt nézem, hogy ott volt egy... hogy hívják? Szorzó. Ja igen, most ugye meg fog jelenni a map. Ugye a felső. Ugye ezt kaptuk meg. Ja, várjál, most azt nézem, hogy igen, most voltunk a level 2 gal részlegen, és akkor most megyünk fölfele. Hol mentünk? A Normandiába. Blúgy, hát ezért nem olyan fos dolog itt a izébe. Pillanat. Kicsit megkerülöm. Nyilván ezeket... kiütlegelem. Na hát, ami vízbe esett, annak ripperóni. Háromszoros. This cable-mounted platform is not automatic. Someone's going to have to pull it to make it move. Asterix must stand on the platform with Obelix underneath.
You have to press the action button for Obelix to grab the rope under the machine. If Obelix wants to pull the platform and move at the same time, you must hold the action button down. Actually, Gaulish prisoners landed here not long ago. Scoot along! You've got to catch them up! Ja, igen. Lehet ezeken ugrálni. Ja, igen, és viszont az izét azt újra kell. Kiütöm a belit. Innye. Nem megszurkáltak. Upszi, elrontottam. Ugyan a nyilasok azért nem szórakoznak. Ja tényleg, hát ők aztán szívós dögök. Ezeket is érdemes kiütni, amit lóg. Várjál. Azon gondolkozom, hogy ott lehet, hogy ott kéne nekem a izé. Kéne a lötyi. Szerintem valahol biztos, hogy lesz. Itt még egy dobozokat kinyitogatom. Ja igen, mert itt legbelül kell. Lefelejtettem. Most már eszembe jutott. A legbelseje kell egyébként ennek. Imádom, hogy milyen irrépes hangja van már, amikor ezeket a izéket, fémládákat. Tízszeres szorzom most. Oh my god. Bacsa meg erre rábacztam. Majd egy kicsit megcúrkáltak. Az meg elmenekült, amúgy tud olyat is, hogy elmenekül. Hú, egy kicsit rosszkor váltott a kamera. Erre meg lehet csúszott, jól van. Na mindegy, úgyse fognak most már nagyon jönni. Úgyhogy most már lehet tekerészni ezt a cuccot.
fújni. Igen, és akkor kinyitottam egy kaput. Ja, hát igen. Ez is érdemes megtalálni, ez aztán ad mindenféle cuccot. Hát, főleg így kiszórja. Ja, még egy harmadikat is találnom kell. Na, meg is lett az egyik. Ja, de itt a pályán van ennyi. Aha, vagy... Jó, megvan. Na, furcsáltam, hogy mondom, hogy az Istenbe csak ennyi. Így most találok csak egyet, holott nem. Eszembe jutott, hogy... Hogy... A lovat nem tudom megütni. Na, pont kimúlt a háromszoros szorzó. Na nézzük, mit mond a kémünk. Extra careful. That huge platform full of Romans is actually a lift. Get on top. And eliminate all the Romans to make it rise. Ja, ez egy lift. Meg tudod repülni. Erre viszont azt nézem, hogy mit tudok meggyújtani. Ja, majd ott arrébb. Csak pont ez a lényeg, hogy itt most cserélni kell. És mint az állat ezt küldeni kell. Aha, és majd oda kell vinni. Na, ez azért lesz jó. Ezt, hogyha gyors így megcsinálom. Így mi? Meg is vagyunk. Hallom, hogy valami birkózik. Őni. Így most már megvan, hogy mi birkózott. Az
gondolkozom, hogy itt kell-e még izé, hogy van-e. Vagy pont itt elég volt. Tűz. Ja, úgy érzem, hogy szerintem pont elég volt. Az igen, ott a háttérben ott pattantak. Na, dobunk egy mentést. Várjál, mi az a, izé a lent? Ja, izét írja le csak egybe a komplet játékidőt. Ahogy furcsáltam. Mi akart az lenni? Na, tüzet nem tudom használni. Vikingek. A vikingek egy kicsit két ilyen cseles népség. Igen, ez az, hogy lehet... Jajajaj! Ó, jött egy 10-szeres szorzó is. Egyet mondjuk Obelix leüthetne, mert úha! Na gyertek ide! Igen, így lehet bíníteni őket jobban. Velük egy kicsit így el kell szórakozni. De a kék az nagyon fel tud kelni. Mondjuk ő a fő muftib. Ja, jó, őt nem lehet elkapni. Jézusom, látni és alig látok. Jó van. Jó van. Hozzám lettek itten vágva a dolgok. De egyébként nem baj, mert nincs úgy game over, tehát meghaltam azt így, hello. Még egyszer. Tehát nincs az a nagyon masszív game over, hogy 40-et kell egyébként szétütni. Igen, ilyenkor azért nem állt a kutyát is izé használni. Meg főleg ez. Itt nagyon használni kell egyébként ezt a pörgetést. Igen, imádom, hogy ezért az ellenfelek is így rohangálnak össze-vissza. Nem tudják, hogy mi van. Új! Ej! Hát nézd már oda! Püfölöm a nagy főnöket akkor helyette. Thank you.
viszont lehet, hogy nem árt a kajákat felszedni, mert fosi módon állok. Na így, ez tökéletes. Jön a tömeg. Ez tökéletes. Így, lassú folyamat, de hatásos. Ez kurva sok viking is, érted? De itt van ez egy nagy főnök, ez úgy nem akar meghalni. Na, végre már. Jó, van most már nincsen csak 7 darab. Felpuffozom a társaikkal, hát ez így... haláli. Jó, akkor veled meg később foglalkozom. Erre elszalad! Ezt én nem hiszem el. De hov... Na végre már! Pont izéltem is, hogy mondom, basszus kulcs, mondom. Csipje már seggen a... ...bőnököt. Igen, mert ilyenkor a kutya azt csinálja, hogy hátba támadja, seggbe harapja. Jó kutya. Jó, menne ezen a vikingeket, én itt ledaráltam. És hallod, és most találom meg amúgy a varázsfőzetet. Jókor. Na, jó van, legalább. Most már megvagyunk. Szóval püfölnöm kell a malaszkákat is, mert az baj, elég ledaráltak ezek a vikingek. Jó, hogy ez meg egy mókus, azt hittem, hogy egy szorzó van ott. Fán. Adjál egy húsit. Ide kell. Gyere ide, Röfi! Gyere vissza, Röfi! Röf, röf! Ugye kaját baszod, mert haldoklani készülök. Köszönöm. Obelix is jókor pofozza fel, amikor már itt rohangálok, mint egy idióta. Amúgy ez... csak jól látom. Az egy odafogyott római. Nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ez mi akart lenni. Watch out! It's Slippy. I've got a prize for you if you can collect the Roman helmets on your way. Az nem könnyű, ezt nem tudtam összehozni, azt hiszem csak talán egyszer. Nagyon nem könnyű. Szia Balázs! És szép jó estét! Na hát az egyik izét ezt adhatom, mint a fene. Ah, nem áll, hát ott vagyok egy csomót! Néhé!
De jókor indul meg az a másik. Igen, ez azt, hogy ez úgy működik, hogyha lassan megyek. Hát na, nem jött össze a 2000. Mikor lesz csihipuhi? Szerintem most, ha jól látom, eddig volt. Az igen, levegőben van. You didn't collect the helmets I asked you to collect. Maybe you should use the transporter catapult to climb back up and collect them before going any further. This catapult can propel up to 3 people into the air at the same time. No need to have a giant strides. Don't worry about landing. There's no danger at all. To use it, you just need to climb aboard and press the action button. Aha. Na, tessék. Látod, Balázs, csak kérned kellett. Itt is van a csihipuhid. Na végre. Így van. Pontosan. A lényeg. Verni itt a rómaiakat agyom. Azért, hát ennek a játéknak is még egyébként alapköve az, hogy itt platformelemeken kívül Seed vs. basszus most annyi ellenfelet. De rengeteget. Iszonyat sokat. Azért majd Rómánál lesz majd vicces. Ott nem kevés számút kell majd elmertek pusztítani. És ez azért nem pont az lesz a legnehezebb része a játéknak. Ott aztán sikerültem elakadnom. Nyilván első körmezetet most szeretnék összegyűjtögetni. Háromszoros, na az jó. Hehe. Imádom, hogy szeretek ebbe beakadni. Kicsit könnyebb, hogyha nincs mögötte semmilyen fal, meg ilyenek. De föl lehet meg majd menni. Viszlát. Ejj! Összegyűjtögetem itt a sisakot. Csak azért, mert hogy utána tényleg kell az a baszó kombó majd a legutolsó, úgyhogy majd ha találok boltot, akkor azt meg kell venni. Kötelező jelleggel. Arra rá kell szaladni. Végre Asterix is ütött egyet. Az konkrét! Kiütöttem a környezetet is.
várjál, mert errefele is voltak. Hát ugye cuccok is. De eddig a sisakgyűjtésben egész jó vagyok. Hát ez kell is. Nagyon rá kell menni. De szerintem az a izé... az anyád. Hát itt aztán jó seggbe lőttek. Két eléggé masszívan seggbe lőttek. Valami pukkant. És ez volt egy gomb. Van még egy gomb, azt tudom. Be voltak szarva. Aha. Ez le van zárva. Na gyertek. Nagy sereg. Ez igen. Nem sikerült rendesen beleugrani. Most már jók vagyunk. Emeltek kell lenni még egy gombnak. Igen, csak van egy olyan erős sandagyanom, hogy szerintem elszaladtam mellette, úgyhogy ezt még kikeresem. Ja, valószínűleg fönt lesz. Sőt, biztos is. Keresztül lő a dobozom. Azért ez már merészen csíp. Ah, majd nem betelt a csík. Igen, ugye a kaput lehet kinyitni egyébként ezzel a gombbal. És akkor meg lesz az a... aranybabér. Megpicsázom a vatkant. Gurul ez a cucc. Ja, hogy ez ott a... Ez más kell. Ja, lehet, hogy Obelixnek kellett volna esetleg. Most már mindegy. Evan. Biztosan már nem is emlékszem, hogy tényleg így nézett ki ezért régebben. Tehát a zene is tényleg mennyivel másabb.
Rip! Jó, megdüglött. Na, gyere ide! Ha majd nagyon jössz felém. Te is gyere ide, vatkom. Hát gyere már ide, ha hadd is jelek már meg. Ó, tökéletes. Hát itt annyi kaja van, hogy most már... Király. Obelix ténykedik. Na, egész jól állok, most már 6000... Mondom, 7000 izén van. Az meg kell is. Ah, várjál, ott a tűz. Aha, jó, akkor most elmarom ezt. De hát igen, és ugye az én meg eloltódott. Úgyhogy ide be kell menjek. Köszönöm első körben nagyon verni mindenkit. Volt fosva tőlem a római. A lómai. Az igen. Itt nagyon cicerélni kell, mert egy kis buzzancs. Ja, várjál. Jó, most kapcsolok, hogy ezt hogy kéne csinálni. Igen. Most vissza. De ez nem olyan egyszerű. Igen, ezért vannak itt ezek a kis alagutak. Na. Igen, mert meg kell várni még ez. Igen, csak az a baj, túl gyorsan. Ja, mert bassza meg itt volt az első. Úgyhogy jó. Futi. Igen, mert azt nézem, hogy egy állással így a fele eltűnik. Ezt lehet spammelni. Ezt kell is.
Ez is megvan. Na és utána a következőnek futi. Ja, várjál, vagy lehet, hogy a következő izé lukba van, nem? Na. Bát! Ok, jó, legalább látom, hogy hol van. Sokáig ez a... Ha! Nyíni. És puk! Meg is vagyunk. Igen, viszont a kövit is kéne. Tadám, gomb! És nyílik egy híd. Hogy eltolta? Na, várjál, viszont azt nézem. Itt gyűjtögeti nekünk a kaját. Azt nézem. Aha, ilyen jó kis láncreakció dob. Amúgy tök jó, hogy csak itt szimplán eltűnnek. Ez egy picit vérszegény volt. De legalább megvan a harmadik is. Ja, hogy nagyon jók, nagyon jó, ők teleportálnak, bár nem. Obelix, mint a hülye gyerek úgy fut. Fast as fuck boy. Na és ez a katapult. Igen, nincs olyan sok háttér hangja. Bénítunk egy párat. Ó,
Igen, nagyon jó, hogy az ellenfelek nem nagyon tudják, hogy mit szeretnének. Ja, igen, mindig a nagy ágyút nem lehet felkapni. Ja, hát itt egy római, nagyon jó. Hogy jönnek, kis nyomik. Ott meg hogy remeg. Az Obelix segíthetne. Köszönöm. Ez az. Szívbírtam ütni. Ingyen nem látok semmit. Na hát ez így nem ér. Négy. Hát jó. Akad egy pár kis köcsög római. Imádom, hogy milyen hangjuk van ezeknek a kis rómaiaknak. Azt nézem, hogy most tartok. Mennyi van még? Még 5. Jó, viszont ez a jó. Ja, hogy ott is itt voltak elbújkálva. Nice. Szóval az a jó, hogy egyiket a Strix-el hülye gyerek lehet ám olyan gyorsan ütlegelni. De nagyon durván. Tehát ezért jó, hogy kicsi a borz, de erős. A Obelix meg egy böszmed a gyállat. Mert viszont ott hátul van valami. Nagyon jó. Úgyis elvesztettem egyet. Azt a betyár mennyi minden cuccon itt. Na most már nagyon haladok a 10 000 fele, ami nagyon jó. Hát pont az, hogyha sikerül azt az egy kombót megvenni. Rohadt jók vagyunk. Vagy ugye remélem nem az volt, mert most az a baj, tényleg nem emlékszem már, de remélem nem az volt, hogy egy karakterre lehetett izomból fejleszteni, hanem az unblock. Akkor gyorsan meg lesz. Az a baj, abszolút nem emlékszem már rá, hogy ez hogy volt. Dara! Ez az... Maladz. A csirkét meg hiába ütem meg.
öreg vatkon. Ne aludjál! Adjál mentést! Gyerekeket egy pálya nem túl rövid. És azt veszik, hogy tényleg akkor van. Ugye Galliában volt egy, és még azt nem tudom, hogy is van. Ezen, azon kívül van négy, vagy... Vagy összesen négy. Hát mindegy, nem tudom. Nem próbálkozom meg a gondolkodással, mert fingom sincs már, hogy most hogy volt. Nem tudom, 2-3 éve játszottam egyébként a játékkal. Akkor próbálkoztam vele, hogy nem mondom, végig játszom. Na itt van kémünk. Halt! Further on, you will find a double locked door that for the moment you can't enter. Come back and see me when you have collected the Roman helmets I asked for. Okay then, I will help you. 750. Szerintem ezzel megleszünk. De háromszorozód. Oh shit! Nem látok semmit. Nagyon jó, ide dobta a sátorhoz. Igenis, elméletek még az a jó, hogy amikor összegyűjted egyébként a szorzókat, még azok is ugye aztán növekednek. Tehát mondjuk, hogyha teszem föl, rohadt nagy mákod van, és mondjuk van egy 2 darab 10-es szorzón, akkor nyilván hát akkor abból 20-as lesz. Mondtam, hogy meg lesz a 750, tehát ez így easy. Főleg a szorzókkal. Ilyen szép sorjába jöttek. De védekezik. De nem élek sokból. Újj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 j
Így is lett. Meg fogok halni? Ha, de meg fogok halni. Na, akkor nem látom az achievementet, ez mi volt.
Na várja, add csak még ide ezt a cuccot. Én most nézem, hogy egyébként még ezt az oldalt nem is daráltam. Itt már mondjuk úgy, hogy már csak rámegyek az extrákra. Oké, szerintem most már bőven elég lesz. Már egy kicsit túl is lőttem a célon. You were extraordinary. You collected all the Roman helmets. Real artistry. I'll open up the path for you. Résülére. Caesar's crack troops marched by this way. They were transporting some of your friends in cages. Na. Most, hogy megvolt az iszonyat nagy dara. Hú, meg is van a 10 000 király fienő, úgyhogy... Jók vagyunk, mert... meg tudom venni azt a... ezért, ami nekem kell. Csak kell a bolt. Kis köcsög megszúnyál. Ja. Jó, itt úgy néz ki, hogy valami még kell előtte. Ezt elrontottam, de hát no para. Ja, mert várjál, ott a izén kell majd a... összem, amit kötél van ott. Hogy várjál? Ja nem, hülye vagyok. Először úgy kell csinálni, hogy hajóra kell ugrani, és úgy. Jó van, rájövök. Jó, hogy nagyon jó, hogy így a tűz az nem alszik el, mondjuk így most elfog.
Ja, hogy? Ezt el tetszett boccani. Az igen. Azért az az átugrás. Persze igen, ilyen tökéletesen ugrunk. Nem tudom, ezek amúgy mik is nyomik. Ja, kalózok! Ja, Istenem, tényleg! Hülyajok! Bár ezek a karakterek nem jutottak eszembe hirtelen, hogy na ők kik voltak, de így már utána eszembe jutott, hogy láttam azt a túlkot, hát... Kalózok! Egy kicsit előzetesen ürítek. Igen, mert ide kell majd jönni. Hopsz, látom, van itt egy kis textúra hiba. Viszont azt kéne valahogy megoldani, hogy azt a Rixet meg... Mint hogyha hiba lenne itt a gépezetbe. Ne lettél érdekes. Mellé tudod ugrani? Igen. De hát of course én retardált. És ezért jó, hogy ürítettem itt a római sereget. Mert ennyit kellett csak csinálni. Nem is tudom, hogy lehet elérni. Gyere, elviszlek magammal. Nószt egy viking. Ez ráadásul viking nagyfőnök.
Oké, okay. Ő csak itt csúszik lefele. Obelixnek meg egy hidat. Építünk. Nagyon jó, hogy itt a izék is, a vikingek is be vannak zárva. Ha ott is maradtok, hagyjatok meg. Azt hiszem nem, azt hiszem kénten leszek meg kiengedni őket. Várjál, jaj, ez fentről kell itt valamit csinálni. Ja. Igen, ki kell őket mindenféleképpen engedni, mert... Ugye Asterix nem tud csak így átmenni. Nyilván ezáltal ugye ott kinyílik a izé is. Most megyünk verekedni. Vagy hát ez az, hogy nem muszáj. Remegnek. Végül is ennyi cuccért totálisan megérte. Ja, hát meg igen, meg ezért. Tízszeres! Igen, felkaphattam volna ezt először is utána. Ütöttem volna ki a dobozokat, tehát na mindegy, hát jókor jutnak eszembe a dolgok. Akkor is meg fogunk cicerélni a főnököteket, ha tetszik, ha nem. Jó volt. Úgy látom, azt a 3/4-et azt még nem fogom elintézni. Hú, viszont várjál, nem tudom, hogy a golyónak lesz valami lénye. Ja igen, majd ott azt a falat. Ledönteni falamat. Lesz ott a lényeg. A zenének még nem kéne vége legyen. Gyere, gyere ide! Elixel jobban fog püffölni. És nem! Obrixel... Nem tudok akarát püffölni. Ó, bazd meg. Egészen ide fog lé vissza. Az very nice. Én csak ez az, hogy mindenki nyílt, úgyhogy... Püfizem akkor a nagyot. Aha, viszont már 10-szeres nem lehet használni, az már nincsen. Ha csak egyszer volt, gyereknap aztán visz lehet. Elbacztad, akkor ennyi van, kész.
Na, se baj. Tehát ez az, hogy mindenki van most már nyitva, úgyhogy ennyivel meg van gyorsítva a folyamat, hát csak most valószínűleg megint szét kell püffölni a hülye fejüket. Of course. Én csak ezzel a hárommal el fogok szenvedni, nem? Repcsi van. Van nyilas? Ó, tudné. Van nyilasnak itten vége lesz. Igen, az nyíl az beleállt a semmibe. Kombó. Ja tényleg, kombót tudom ilyenkor használni. Azt mivel is lehetett? Na, egyébként egész jól nyomom, 13 000. Tehát ezért gyűjtem el mint a sisakokat rendesen. Nem szarozok. Ja, csak meg kellett nyomni ezt a gombot, azt akkor kész. Meggurul is. Igen, csak akkor így a fal az így. Van a falva? Hát nyilván ugye ez még gurul visszafele. Hát a fákja. Ja! Nekem Obelix-el kell itt most bemenni. Itt nem szoroznak jönni. Ja. Bentre kell. Ja, mert itt a bomba. A Obelix kell majd ehhez. Ó, viszont azt hiszem megvan az első boss. Ja. Itt az első boss. Ami egyébként amúgy csak egy gépezet. Ja igen, mint a csodaszer.
azt legalább megmarta. Na mi az Isten van? Úgy néz. Seggét marni bizony. Igen, meg itt viszont még izé is van, gomb. És azon gondolkozom, hogy most már csak a gépezet van. Most gyorsan nem vagyok benne biztos. Nincs kizárva. Ez jó, egyébként mert itt sorsol valamit ki. Ugye szét kell ütni azt az izé szerkezetet. Itt hányszor? Ja, egyszer így. És dur. És ennyi. Na, még ezeket a izéket is ki tudtam törni. Így gyakorlatilag megtisztítottam a pályát. Ezeket is felszedem, ha már itt vannak. Azt nézze, nem tudom, hogy tovább lehet-e úszni, vagy sem. Nope, itt a határ. Jó van. A határ. Hagyjuk rá. Na igen, ez az, hogy nem tudom mennyi van még ebből. Mert azt mondja, hogy normal, most még 10%. Kérdés a térkép, hogy... hogy azt... hol tudom megnézni? Ja mondjuk, ja hülye vagyok, hát kombókból annyi van, mint a fene. És akkor, amikor a kombó izé az teljes, akkor ugye lehet ilyen hammert tolni. Melyik is volt az a... nagyon durva. Tehát a reach combo. Úgyhogy igen, ezeket akkor... ja, ez jó, mondjuk akkor van rengeteg combo. De azért érdemes ezeket nyomni. Tehát ez volt. More combo. Unlock this combo in the shop. A, A, B, Y. Szóval igen, úgyhogy vannak ilyen...
őket el kell kicsázni. Ja, azzal kell kezdeni. Mert itt van a fákja. És bum! Ja, megint ilyen alakítás sztori lesz. Hát jó, végül is a kutya valamennyire segített szerintem, csak megfulladt a dolog, bevagolt. Kicsit. Vagy takarítunk első körben. Úgy is kell, mert rengeteg el... rengeteg ellenféledet. Itt a füsttel volt, vannak itt problémák. Hogy is volt? AYB. És oda nagyon gyorsan el kéne jutni. Hídik! Épp hogy. Igen, azért a sprint az nem úgy működik. Kár, hogy nem lehet úgy sprintelni. Ilyen kis izét dash lehet nyomni. Kérdés az az, hogy most már mikor jutunk el a pálya végére. Már még nagyon nem, ja tényleg, még ez a rész az eléggé szimatós. Igen, még pont az, hogy tologatni is kell a dolgokat. Ah!
Úgy érzem, Obelix az így itt hagyott. Jó, még itt egy viking. Igen, itt van egy gomb. Gombok kezdtem el számolni, erre itt már izé ládákat kezdném el beleszámolni, jó van. Így vagyok. Mi volt a bitslap hang? Kettő gomb. Igen, és itt jön az. Ja, hát igen, és akkor itt ugye jönnek még a rómaiak. Nehogy már egyszerű dolgom legyen. Ugyan. Mindig megzavar egy-egy római. Lómai. Őket nagyon szeretnének valamit. Ó, közben megvan a gomb. Jó, úgyhogy arra lehet menni. Hát igen, ezt mind föl kell szedni. Tessék, ezt megnézhetétek még retróba is. Hű, hát azért itt nem szarozott a játék, itt adottam rendesen. Nagyon se láttam még. Milyen kegyes volt a játék. Megajándékozott ennyi kurva jó sárga susakkal. De most ne basszatok már fel, hogy most ütöttem ki 3-at. 4-et. Már jönnek is. Épp hogy csak húzom. Igen, és akkor most ugye kell ezt húzni. Ugye jön 3 vagy 5 római. Aha. Elérje a kard. Na hát akkor tessék most várni egy picit. Az igen! Jó, látom, hogy honnan spannolnak. Király, ezt szerintem kicsit elfelejtették, hogy ezt amúgy lehetne már talán rejteni. Ezt úgy én ne lássam. Hát mindegy, el van. Come on.
Rip, rip. Kettő is elszágódott. Ó, ott rohangászik az az egy. Szaladgálam. Nem tudja, hogy mi van. Nem baj. Még pusztítok ládákat addig, ameddig lehet. Gyűjtünk mindenféle... Hát kombóra. Kombókat nagyon meg kéne tanulni majd. Azért mondom, hogy pont majd annál a nagyon nehéz résznél bizony fog kelleni. Várj, én oda hogy nem tudok felugrani? Ez egy felettébb érdekes kérdés, nem mindegy. Lezúzom a dobozt, ezt viszont látásra. Ugye ez a jó, most már 20 000-nél tartunk. Mennyire gyúrtam én egyébként a 10 000-re, azt most már mindjárt összegyűlik a 20. Dupla annyi. De lehet majd benni a nagyon durva kombókat majd. Van még valami, amit kihagytam, amit most már abszolút felporszívoztam itt a környéket. Mert feltűnt, hogy én az a gombbal nem fogok tudni mit kezdeni. Ja. Ó, hát még itt még van láda. Szemétláda. Én itt abszolút el vagyok, én itt utána úgy kiaprítok mindent, meg hát ürítek, meg stb. Ja, ez fix pozíciós, akkor ezt nem is lehet piszkálni. Jó van. Bocsánat, meg itt maradt ez a három láda. Closer to the stars. Ja, mert lehet, hogy egyébként egy hülye vagyok, mert szerintem lehet, hogy csak izé Asterix-el lehet azt elérni. Vagy nem. Duró tudja, lényegtelen. Ez az, összegyűjtöttem a húsikat is. Ne szökjél el! Anyám asszony katonája. Nem szököl.
Azt jól látom, hogy ott pillanatra valamit még el is tűnt. Na, akkor intézzük el a kicsikedet először. Úgyis ezekből sok van. Aj, basszal, annyira közel van a izéhez, hogy nem tudom piszkálni. Életes. Éni. Na, már csak kettő van, de akkor ezek szerint most már két izé van, nagy agyú. Szerintem. Ó, közben ott látom, ott van hátul a kémünk. Na. Igen, már csak egy flúgosunk van valahol. Ott megjelenik. És jelent. Úgy érzem, ez eléggé durva effektus volt, hogy a konzol se bírta. Jó, nem gondoltam volna, hogy egyébként ebből a játékból összejött esetleg valami best of Twitch montásba való, de ezek szerint mégis. Ha itt is még csúszkálunk egyet. I've got a prize for you if you can collect the Roman helmets. On your way down. 2500, de nem lesz ez meg. Innen látom. Ott is egy odafogyott római. Az mit is ez a? Nem látom rendesen. Valami oda van fagyva pedig. Hát lehet, hogy most kellene nekik ide a szorzók, mert az igen. Ez szélén nem is lehet mondta. És akkor hát ez rip. Míg ott voltak a sárgák, az pedig jól jött volna. Az ötöt ér.
Ez az... 6-szoros... Ja, megint nem jött ezzel 2500, úgyhogy... Ah. Ez felejtős. You didn't collect the helmets I asked you to collect. Maybe you should use the transporter catapult to climb back up and collect them before going any further. Try again. Inkább nem köszönöm. Inkább vegyük úgy, hogy elbuktam viszontlátásra. Várjál, viszont nekem szorzott ki. Ó, tízes. Várjál, még így is összegyűjthettem a 2500-at, jó van. Szerintem amúgy bug. Igen. Hurry up! The fate of your friends depends on you. Ja, szerintem ez bug volt, mert elméletek ezzel nem lehet összegyűjteni a maradékot. Úgy tudom. Nem pont az a lényeg, hogy izé vissza kell oda menni és még egyszer lenyomni. Jó van, hát végül is. Ez szóval azért ez a remaster az sem... hogy is mondjam, hibátlan. Azt nézem, hogy izében marha jól állok, hát 24.700 üsök. És még akad itt egy pár dolog. Na viszont kicsit most már úgy érzem, hogy egyébként kéne most már egy kövi mentési pont. Bár tudtam már egyébként ilyenkor az autó szép... Mi a franc? Csiri, ezen a részen fal van? De hót fölösleges volt izét rakni falat. Ez azért nem árad. Ohó! Stoj! De falat rakott? Halott pedig ott van láda! Itt jó lenne kijutni, de ezek szerint nem fogom tudni. Sehogy se. Hát igen, ezt egy kicsit elkalkulálták szerintem. Az melyik? Ugye ez nem a csúszkálósnak a... Ja, de... Igen, mert pont a csúszkálost nem akarom megcsinálni még egyszer. Ja, ott is egy odafagyott római. Úgy de, csúszkálost csinálom meg még egyszer. Ja, szóval... Ok,
kék az ugye visszadobba erre a csúszkárosnak, azért a zöld kell nekem. Jó, úgyhogy ez már igazából tényleg ez van, hogy ezt most csak úgy gyűjtöm össze, hogy így magamnak. Rendszeres, jó van. Na, jó van, ledaráltam ezt most már. Szóval ez kell nekem. Az ötre hittem egyébként azt, hogy az a előről kezdős, de nem a tovább menős. Tök jó, hogy ilyen krossisokunk is jön velünk együtt. Tökély. Mentési pont. Na, az azért jó. Hú. Mert itt most slot selection. Így van. Na, azért, mert akkor stúdión döntöttem, hogy szerintem legyen elég mára. Na, hát azért jó kis ízerítő volt szerintem így az első részhez, úgyhogy hát remélem, hogy azért tetszett és jól szórakoztatok, de hát természetesen innen fogom majd folytatni. Hát eléggé hosszú játék lesz, mert azért azt hittem, hogy a Normandit az hamar le fogom tudni, de ezek szerint annyira mégsem. Hát, úgyhogy lehet arra számítani, hogy szerintem még egyrészt a héten még biztos igaz, hogy fogom ezt tolni, illetve sanszos, hogy még a jövő hétre is egyébként maradni fog. De hát nem baj, hát a jó kis kalandok, meg hát az izgalmak, meg a minden, ez így kell is. Úgyhogy, hát akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal, addig is további szép napot, sziasztok!